Az emberekkel beszélgettek, szórólapokat osztottak és aláírásokat gyűjtöttek a Jobbik képviselői kedden a győri belvárosban. A délelőtt során egy sajtótájékoztatót is tartott a párt, melynek fő témája a május 26-ai európai parlamenti választás volt. A sajtóeseményen részt vett a Jobbik alelnöke, aki a szervezet vállalásait mondta el híradónknak. A Jobbik azért kéri az embereket arra, hogy menjenek el szavazni május 26-án, hogy fel tudjunk lépni az illegális migrációval szemben, visszaállítva a határőrséget, a magyar béreket, fizetéseket és nyugdíjakat közelíteni tudjuk a nyugat-európai színvonalhoz, felkívánunk lépni a korrupció ellen, a korrupció elleni küzdelem kérlelhetetlen harcosa leszek magam is az Európai Parlamentben, és arra fogunk törekedni, hogy Győrött és környékén is az Európai Uniós pénzek az iskolákra, óvodákra, rendelőkre, kórházra tudjanak jutni, ne pedig Mészáros Lőrincék és az Orbán család fölözzék le azokat, és az hírek a fake news elleni küzdelem is nagyon fontos részét képezi a Jobbik programjának. Banna Tibor hangsúlyozta, kiemelt feladatként tekintenek a bevándorlás és a kivándorlás elleni küzdelemre. Ami nagyon fontos a Jobbik programjából, az a határőrség visszaállításának kérdése. Több alkalommal javasoltuk ezt az országgyűlésben, de sajnos a Fidesz és Orbán Viktor elvetették ezt a javaslatunkat, pedig ez jelenthetne érdemi védelmet az illegális bevándorlással szemben, de ugyanakkor nagyon fontos arról is beszélni, hogy a kivándorlás ellen is fel kell lépni. Erre is vonatkozik a béruniós javaslatunk, a magyar bérek, fizetések és nyugdíjak nyugat-európai színvonalhoz történő felzárkóztatására vonatkozó indítványa. Az Európai Bizottság konzultációjába bekerült az egyenlő munkáért, egyenlő bért elve, melynek támogatottságáért további partnereket keresne a Jobbik. Az Európai Bizottság konzultációjába bekerült az egyenlő munkáért, egyenlő bért elve, és az Európai Parlamentben arra fogunk törekedni, reményeink szerint képviselőcsoport tagjaként, hogy minél több partnert találhassunk annak érdekében, hogy a bér és nyugdíj különbségek kiegyenlítődjenek a nyugat-európai és a kelet-közép-európai tagállamok között. Banna Tibor hozzátette, fontos, hogy május 26-án lehetőleg minden magyar ember kifejezze véleményét.